Sziasztok! Sziasztok, sziasztok! Én Tensei vagyok, és most teljesítjük az egyik rajongómnak a kérését. Igen, Sárról rólad van most szó. Mondtad, hogy rakjak fel valami mást is, ugye az zenén kívül. Hát, ugye akkor most itt lenne egy újabb asszonyi terjedős videó. Igen, elkezdtem járni a tanárhoz, és tanultunk a dolgokat, tehát itt már azért van egy, már itt tüzet is van, látszik már, hogy úgy skálázunk is, már kezdtük a skálázást is tanulni, meg mi van még itt, várjatok, már is fel van kottázva, itt egy pár dolog. Most a Billie Jean, Michael Jackson-tól. Egyik legegyszerűbb szám basszusgitárom. Itt fel vannak írva a hangnemek is, hogy elmagyarázták el a gitártanárom, hogy mit hogyan. Meg kicsit kottáztunk is, ritmusoztunk is, ilyenek. Nem most mutatok pár apró dolgot. Nézzünk mondjuk egy, mert most az előző basszusgitáros időt, akkor kaptam meg konkrétan a gitárt. Azóta fejlődés, tehát a matrica, ragadt, ragasztott engető is. Kaptam egy ilyen matricát is, a haveromtól itt van ez a masteres matrica, úgyhogy az eléggé eldobja a kis drágaságunkat. Nem látszik semmi. Egy pillanat, gyerekek. Csak én itt ezt muszáj lesz meg elrendezni. Vársó átrakjuk a kicsit. Pengetést is tanultunk pár dolgot, hogy újabb, de hogyan. Lehet, szó nincs arról, hogy most a basszus gitárosok nem használnak pengetőt. Használnak ők is pengetőt, csak ezekbe, itt az újakba sokkal több a lehetőség, mert pengetővel csak ezt. Csak kicsit leegyszerűsíti ezt az egészet, amit mi csináltunk. Ugye most ugye a rock zenék azok ugye negyedekbe szoktak lenni. Ami azt jelenti, mondjuk itt nézzünk, itt vannak ugye az állások is meg vannak jelölve egészen 12-ig. Jönünk most mondjuk egy 1-2-3-4 5-ös állásba. Ott, tehát akkor itt az, akkor itt van mondjuk itt ennél a bundnál lefogjuk, és akkor most negyedelünk először fog menni mutatva, egy kicsit ilyen bluesosabb, jazzesebb lesz, inkább mint rockos, de vagy az kicsit temposabb lesz, most picit még annyira nem tanultam meg, jó, hát járok egy 4-5 hete már, de azért tudok már pár dolgot. Akkor nézzünk negyedel, és az így szól, hogy zene megy, mindjárt is nézem, hogy egész pontosan hogy van. Várjatok, fel lett az is írva.
azt mondja, hogy itt van egy üres egyes. Ja igen, blues zene az inkább így, tehát így, amit itt felírt ugye nekem a zenetanárom, nem tudom, hogy nem látszik pont, de várjatok. Oda. Nem. Mert itt le van írva, de itt ugye harmadolás van, meg üresbe kezd. Nézzünk mondjuk valami bluesosabbat. Kütyük járnak egy ilyen gitárhoz. És egy különben egy nagyon fontos dolog, akármilyen gitárotok van otthon, akusztikus ilyenek, de hát én is ugye mondjuk, ha most kiviszem a hidegre ezt a gitárt, nem fog tönkre menni, csak elhangolódik. Tehát mondjuk kimegyek, elmegyek mondjuk most gitártanárhoz és visszajövök. Ugye kapja a hideget, hiába nem így viszem kézbe, tok. Ugye most itt a tok, jó, de hát ilyen, most csak így megmutatom, hogy ez ilyen ízés tok, ilyen ez a vászonos anyagból van, és az ugye átengedi a hideget, és akkor ugye elhangolódnak, azt mondja, akkor elő kell venni, és akkor lehet szenvedni még bele. Tudunk még valami bluesosat nektek. Azt mondja, hogy akkor most nézzünk egy A-ba, majd itt minden hónap a neve A, D, E, ja, E, H, D, E, igen. Nézzünk most az A-t, tehát itt lehet hallani, hogy ez is még ilyen basszusosan szól, de ez azért egy fokkal vékonyabb, mint ez. Szólózni ezzel a, mondjuk alapból lehet basszus gitáron is szólózni, van a Metallica-nak egy koncertje fenn a YouTube-on, ahol a csávó elég jó szólótól, tehát ilyen 3-4 percig nyomatja a szólót. Az azért, mert újak kellenek, hogy ennek eléggé durva húrjai vannak, de hát én nekem egy kis időbe telt, mire ezt így megszoktam. Most akkor szólózok egy kicsit. Azért tanultam valamicskét, meg ugye azért szeretem még ezt a gitárt, mert itt a basszust itt is tud állítani rajta, tehát nem kell az erősítőhöz nyúlkálni. Úgyhogy tök jó. Én nagyon megszerettem ezt a hangszert, gyerekek, mert ez egy nagyon jó hangszer.
És ugye ez most nem úgy közeljétek, hogy én most ezt csak így itthon gitározgatok, meg elmászkálok. De ebből ezt kicsit magasabb szintre szeretném én ezt emelni, ezt a gitározást. De hát, hogy nem csak így, ahogy mondtam, hogy eljárok tanárhoz, meg itthon pengetek valamit. Együttes szeretnék csinálni, és majd megosztani az emberekkel a tehetségemet, ami majd ugye idővel kibontakozik. Írjátok meg kommentben, ha gondoljátok, hogy mit kaptatok húsvétra. Én pénzt kaptam. Hát jó, most értem, most nem én fogom várni a locsolókat, hiába hosszú vagy, attól még férfi vagyok. Most megnézz, most a mai világban már ilyen ó divatunak számít az, hogyha egy srácnak hosszú haja van, meg nem divatos, aztán is egy csomóan néznek, hogy úristen, ez most fiú vagy lány. Engem már néztek ki a kocsmába az ilyen öreg fószárok, így néznek, én még így nézek rá, hogy te bátya, most ugye nem. De hát, ja. De ez így jó. Ez így, én így, ahogy vagyok, így fasza vagyok. Jó? Jó van, gyerekek. Én itt akartam, én tőletek. Én Tenszei voltam, sziasztok.